Az idei kiírásban minden mérkőzés nagyon nehéz és nagyon kiélezett. Biztos vagyok benne, hogy így lesz ez a mai mérkőzés is. Az Aramis olyan szerencsés helyzetben van, hogy remek kvalitású játékosaik vannak, akik egyénileg is mérkőzéseket tudnak eldönteni. Ezekre a dolgokra az Aramis ilyen szintű játékosaira próbáltunk a legjobban felkészülni a mai nap folyamán, és természetesen szeretnénk elvinni a 3 pontot Veszprémbe. Próbáljuk még mindig keresni azt a 12 játékost, akivel tudunk minél jobb eredményt elérni. Hát még sajnos nem sikerült elérni, mert nagyon sok jó játékossal rendelkezünk, 16-tal, és ebből mindig 4-nek ki kell maradni. Hát remélem, hogy a mai estén azok, akik pályára lépnek, és aki a keretben van, az bizonyítja a jó formáját, és bizonyítja itt a helye a keretben. Tavaly 6-1-re nyert a Veszprém Budaörsön, és a kékmezes bakonyiak most is korán előnybe kerültek Borovissza Dániel találatával. Az Aramis viszont az 5. percben egyenlített is a keretbe visszatérő Keresztúri Márton góljával. Láttam, hogy van egy kis rés a két ember között, megpróbáltam ott elrúgni, és igazából tökéletesen jött ki a lövés, el tudtam rúgni, és így ment be a kapuba. A 9. percre pedig már 3-1-es előnyt épített ki a házigazda, Moga Edwin, majd ismét Keresztúri volt eredményes. 1-0-ra vezettek, mostanában így kezdünk minden mérkőzést, ezt nem tudom, hogy miért van, de meg tudtuk utána fordítani, és azt gondolom, hogy utána kézben tartottuk végig a meccset. Mielőtt azonban megnyugodhattak volna a hazaiak, a legutóbbi bronzérmes feljött 3-2-re, Bencsik Ádám január óta először talált a kapuba. Fél időre egy gólos vezetéssel ment az ellenfél, utána nagyon nehéz volt, mentálisan egy picit beestünk, fél időben helyre rakott minket a mester, de aztán kaptunk egy gólt és még jobban beestünk. A feszültség egyre csak nőtt, így a 27. percben több sárgát is elkönyvelhetett a játékvezető. Normális dolog. Egyetlen egy a fontos, hogy ezeket a dolgokat ne vigyük tovább. Én úgy gondolom, az, hogy mérkőzésen összeveszünk, van egy-két fault, van egy-két beszólás, ez benne van a játékban. Sőt, én úgy gondolom, hogy ez a normális, akkor lenne, nem lenne normális, hogyha ezek nem lennének benne. A budaörsiek aztán hamar mosolygósabbak lehettek, hiszen Bognár Bence kétszer is betalált, aki ezzel immár csapata legeredményesebbje a bajnokságban. Védekezés tekintetben most minden a helyén volt, igaz kaptunk 2 gólt mind a 2 pontrugásból, főleg, hogy pont csak erre készültünk, igazából semmi másra, úgyhogy az nem volt a hiba, de amúgy támadásban meg tényleg, tehát ez még így is kevés volt, de ebben sokkal több volt még így is. Az Aramis a mai nap folyamán jobban akarta a győzelmet, jobban játszott, mint mi. Igaz a mondás, és tényleg ide tartozik, hogy ahogy edzel, úgy játszol. Hát egész héten 3 játékossal játszol, akkor a hétvége, akkor a mérkőzés nem úgy fog elsülni, mint ahogy azt szerettük volna. Mindent megtettek a játékosaim, sajnos ma ennyire volt elegendő. A Veszprém 6-2-es vereséget szenvedett, hiszen a 38. percben Keresztúri mester 3-asig jutott. Hiszem ez volt a 3. mérkőzésünk idegenben, abból 3 mérkőzésből sikerült 1 pontot szereznünk. Kaptunk 14 gólt idegenben. Hát aki ennyi gólt kap idegenben és nem tud így felpörögni az ilyen mérkőzésekre, sajnos ez addig így lesz, még együtt ki nem jövünk belőle csapatként. A bakonyiak legközelebb a Deac ellen javíthatnak, míg az Aramis a Nyírgyulajhoz látogat.